most eljött az a digitális világ, amit nagyon régen már említettek és már ígértek nekünk, ugye még egészen 10-15 évvel ezelőtt, mikor az első ilyen CAD/CAM anyagok, ilyen cirkóniumok megjelentek a piacon. Ma már ugye az intraorális szkennelés az egy valóság, ez itt van, elég precízek ezek a képek. Ma már, ugye amiről én fogok beszélni, hogy ugye régben porcelánt rétegeztünk sok mindenre, tehát a litium diszilikátra, a cirkóniumra rátettük, tehát ez volt a kézműves része a dolognak és a fogtechnikusnak a munkája, hiszen a többit azt nagyjából gép csinálta, és ő csak tervezte. Ma már csak tervez, mert a legújabb, ugye az elmúlt, nekem 3 év tapasztalatom van, és világszerte ez kb. 5 éve jelent meg, főleg Amerikában, hogy például a cirkóniumra nem rétegezünk porcelánt. Színezzük a cirkóniumot, hogy megfelelő esztétikát kapjon, de igazából a munka nagy része azt a gép csinálja. Tehát ezért fontos az, hogy miten ez a világ nagyon gyorsan fog megjönni, sőt mondom, itt van. Tehát ez már egy valóság. Tehát a fogorvosoknak erről tudni kell, hogy kell kezelni, mi várható, és hogy ők mikor fogják ezt alkalmazni, ez már csak időkérdés.